Köszöntöm a Pécs TV nézőit! Mai pont ma külön kiadásunknak a fő témája a 23. országos katolikus karizmatikus találkozó. Nézzenek meg egy rövid összefoglalót. Pécset rendezik az idei országos katolikus karizmatikus találkozót. Az eseményre 3000-3500 résztvevőt várnak. A szervezők helyszínbejárást tartottak, és azt tervezgették, hogyan alakulhat át egy napra a Lauberdezső városi sportcsarnok a 23. karizmatikus találkozó helyszínéül. A feladat nem könnyű, teltházra számítanak. A katolikus karizmatikus megújulás az Egyesült Államokból indult, de mára már a világ összes földrészén jelen van a lelkiség. Hazánkban a 70-es évek közepén alakultak az első karizmatikus csoportok. Az országos találkozót 1992 óta minden évben megrendezik, amelyre több ezer katolikus szokott összejönni. Itt lehetőségük van a kívülállóknak, érdeklődőknek és keresőknek megismerkedni a lelkiséggel és a közösségekkel. Az országos katolikus karizmatikus találkozó szeptember 27-én lesz. A főelőadó John Pridmore életéről szól. Könyvet 2011-ben adta ki az Új Ember kiadó, az Alvilágtól Istenig címmel. A Szentmise főcelebránsa dr. Udvardi György pécsi megyés püspök. A dicsőítést Flak Ferenc és csapata végzi majd. Vendégem a stúdióban dr. Flak Ferenc, a 23. országos katolikus karizmatikus találkozó főszervezője, és dr. Kassai Gábor, a szolgálatvezető tulajdonképpen ennek a karizmatikus találkozónak. Először is a nézőket nyugtassuk meg, hogy mi egy picit azért már tájékozódhattak az előző összefoglalóból, de mit jelent az, hogy karizmatikus találkozó, és egyáltalán kiknek szól ez? A karizmatikus jelző az azért szerepel ebben a megnevezésben, mert a katolikus egyházon belül sokfajta lelkiség működik és létezik. A karizmatikus megújulásnak az az egyik ismérve, főismérve, hogy megpróbálja a szentlélek ajándékait, illetve karizmáit a szolgálatokban felhasználni, és ezáltal gyümölcsözővé tenni a különböző szolgálatokat. Ugye Magyarországra, ugyanúgy, ahogy Európa többi országába, az Egyesült Államokból áramlott be ez a, hát többé-kevésbé az Egyesült Államokból áramlott be ez a mozgalom. Egyáltalán hogyan kapcsolódtak a pécsiek itt Pécset, mikor alakultak a különböző csoportok? A pécsi katolikus karizmatikus megújulás az már az 1970-es években működött, mondhatom az országban elsőként, és még mindig létezik olyan imacsoport, tudomásom szerint, akik összejárnak abból a régi csoportból, csak már ugye 60-as, 70-es korosztály képviselik, és összejönnek és imádkoznak, úgyhogy élő még most is az ottani első lendület, és azóta pedig a közel eltelt 30-40 év alatt pedig számos kisebb vagy nagyobb csoportközösség alakult így a karizmatikus megújuláson belül is Pécsett. Gábor, a fiatalabb nemzedék hogyan kapcsolódott be ebbe a megújulásba? Nagyon érdekes volt a megújulás történetében, hogy a Szentlélek több helyen és több módon kezdett el közösségeket szervezni. Itt Pécsen az első testvérek, akik a protestáns gyülekezetbe járva tapasztaltak meg bizonyos változásokat az életükben, úgy gondolták, hogy ezt nem szabad maguknak megtartani. És amikor a 80-as, 90-es években egy új lendületet vett ez Magyarországon, akkor nagyon népszerűek voltak a karizmatikus megújulásnak az alkalmai. Több százan voltunk egy-egy ima csoportban, vagy akár egy-egy rendezvényen. Ma is azt gondolom, hogy nagyon virágzó és nagyon fontos mozgalmáról van szó az egyháznak, de ma talán egy picit újra meg kell szólítanunk a fiatalokat. Tehát külön lesz erre például ezen a találkozón alkalom, hogy a fiatalokkal az óvodás korosztálytól egészen a tinédzserekig találkozzunk, és nekik fiatalok tartsanak alkalmat, tehát fiatalok evangelizáljanak fiatalokat. Hogyan néz ki majd ez a program? Hogyan kell elképzelnünk ezt a 27-i napot? A program 9 órakor kezdődik, 9 órától fogjuk kinyitni a kapukat, és várjuk szeretettel a résztvevőket. Fél 10-kor köszöntjük az egybegyűlteket, majd 10 órától fog kezdődni az első előadás, majd ezt követően lesz szentségimádás, és utána lesz egy ebédszünet. És a délutáni program pedig szintén lesz dicsőítés, szentéleghívás, egy második tanítás, tanúságtétel is lesz,
és ezt követi 4 órától a Szent Misa, amit majd Püspök atya fog tartani több paptestvér társaságával, illetve lesz egy záró 1 órás dicsőítés, és a programban egészen este 7 óráig fog tartani a program. Ki lesz a fő előadó ezen a napon? A fő előadónk külföldről fog érkezni, úgy hívják, hogy John Pridmore, ő Londonból fog érkezni. Annyit mindenképpen érdemes róla tudni, hogy ő egy alvilági figura volt, London egyik bűnszövetkezeti fontos oszlopos tagja volt. Még nem elérkezett az életében egy olyan időszak, amikor volt egy csendes pillanata, és átértékelte, átgondolta az életét, megérintette a Szentlélek, és úgy döntött, hogy szeretne Isten útján járni, mert azt tapasztalta, hogy úgy érezte, hogy az a szeretet, amit ő eddig kapott a világtól, az számára nem kielégítő. És az ő életéről egy könyv is megjelent, ugye? Így van. A könyv címe Az alvilágtól Istenig, ennek már van magyar fordítása is, elég vastag könyv, de érdemes elolvasni. És nagyon várom azt, hogy élőben is hallhassam az ő tanúságtételét. Délelőtt fog az életéről beszélni, délután pedig a Szentlélekről, Szentlélek erejéről fog tanítani bennünket. Gábor, mit vár ettől a találkozótól? Egy nagyon érdekes emberről van szó. És azt gondolom, hogy én legjobban talán a másnapot várom, amikor egy pásztor találkozó, vagy így mondom, hogy vezetőképző lesz, amikor egy kisebb fórumon a magyarországi megújulásnak a vezetőivel, illetve a közösség vezetőivel lesz egy találkozója. Amikor is gondolom, lehetőség lesz arra, hogy kötetlenül beszélgessünk, és ne csak egy ilyen hallgatók, és ti meg, én beszélek, ti hallgattok verzióra lesz lehetőség. Mi lesz az önök feladata ezen a találkozón? Hát nagyon sokrétű ez a feladat, és talán a műsoridóban bele se férne, hogy mennyi mindent kell csinálnunk. Körülbelül 9 hónapja készülünk erre, és ez egy nagyon összetett és nagyon aprólékos szervező munkát igényel. Azt gondolom, hogy itt meg kell emlékeznünk azokról, akik nagyon sokat segítettek már eddig is, tehát nem csak mi ketten vagy hárman szervezzük ezt a találkozót, hanem rajtunk kívül még legalább 100 ember az, aki aktívan részt vesz ebben, hogy házigazdája lehessünk ennek a találkozónak. És mindenkinek megvan a maga részfeladata. Tehát a Feri például a dicsőítést fogja vezetni. Én a közbenjáróim a szolgálatért fogok felelni. És még mindenkinek megvan a maga kicsi részfeladata a nagy egész mellett. Mi ez a közbenjáróim a szolgálat? A közbenjáróim a szolgálat az egy nagyon fontos része a találkozóknak. Ennek során bárki, aki odajön, az lehetőséget kap arra, hogy vele együtt, más keresztény testvérek együtt imádkozzanak, és kérjenek Istentől dolgokat. Nagyon sokszor testi vagy lelki gyógyulásokért szoktunk imádkozni, de bármilyen apró cseprő dologért, amiért az ember szokott kérni segítséget. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ezekre a találkozókra nem csak katolikusok, nem csak keresztények mehetnek? Tehát bárki számára nyitott? A találkozó az bárki számára nyitott. Hát legtöbbször, mivel tudják, hogy ez egy keresztény rendezvény, egy katolikus rendezvény, ezért nagyon sokan katolikusok jönnek, de sok olyan testvérünkről tudok, aki nem katolikus lévén is rendszeresen eljár az ilyen alkalmakra, ahogy mi is próbálunk az ő konferenciáikra, rendezvényekre időnként elmenni. Feri, mennyire lehet a fiatalokat mondjuk dicsőítéssel, énekléssel, zenével megfogni? Hogyan nyúlnak hozzájuk? Hát én azt tapasztaltam így a szolgálataim során, hogy a dicsőítés az egyik legvonzóbb része a kereszténységnek az ő számukra. Most már több éve a katolikus megújulás szervez fiataloknak nyári tábort, úgy hívják, hogy lelkes napok tábor. És volt alkalma néhány alkalommal már szolgálni ezen a rendezvényen, és én azt tapasztaltam, hogy amikor a dicsőítő imaesték vannak, akkor tudnak leginkább megnyílni a fiatalok, és onnantól kezdve hozzásegít őket ahhoz, hogy meg tudjanak nyílni Isten előtt. Tehát ez egy a zene, a dicsőítés az egy nagyon fontos része. Nem csak a fiataloknak egyébként, a fiatalok életének, hanem a mi életünknek és az idősebb generációnak. Szerintem ez egy valahogy a génjeinkben van írva ez a vágy. Ezek a dalok, amik majd ott elhangzanak ezen a találkozón, a pécsiek művei, pontosabban a zenekarnak a művei, vagy pedig ezek olyan általános dalok, amit mondjuk bárki ismerhet esetleg templomból vagy kórusból? Is. Tehát próbáltunk olyan dalokat választani, készítettünk egy 70 dalból álló kis énekes füzetet erre a találkozóra, amiben próbáljuk a legszélesebb igényeket is kielégíteni. Lesznek új dalok, lesznek régi dalok,
lesznek hagyományosabb, már régebb óta énekelt dalok egyaránt, saját szerzemények is, tehát úgy mindenből egy kicsit próbálunk adni. A dicsőítő énekek mennyiben változtak az elmúlt évek során? Azért, hogyha valaki meghallgat ugye a 80-as, 90-es évekből egy csokrot, illetve a mostaniakból, azért van különbség. Én azt gondolom, hogy elsősorban különbséget én leginkább abban szoktam tapasztalni, hogy milyen szívvel teszik azt, amit tesznek azok, akik szolgálnak. A hangszerelés az gyakorlatilag hasonló, hiszen a megújulásban elég gyakran használunk könnyűzenei hangszereket, gitárt, dobot, vagy bármi egyéb hangszert, billentyűket. De amiben én különbséget szoktam látni egy-egy szolgálatnak a sikerességében az, hogy milyen szívvel adják elő, milyen szívvel ragaszkodnak Istenhez azok, akik szolgálnak. Tehát most egyből lejön az, amikor valaki például csak zenészként van ott, vagy még dicsőítő szíve van, és ebben látom az igazi lényeges különbséget. Gábor, mikor vett részt először ilyen találkozón, és mi volt az a momentum, ami a leginkább megragadta? Azt kell mondjam, hogy én nagyon szerencsés vagyok, mert amióta ezeket a találkozókat, amik egyébként nem most kezdődtek, tehát bár ugye 23-ig elszámoltunk, de előtte is voltak találkozók, azok akkor kezdődtek, amikor én elkezdtem egy karizmatikus közösségbe járni, úgyhogy egy-két kivétellel mindegyiken ott voltam. És azt kell mondjam, hogy ez is nagyon-nagyon változó. Tehát sokat fejlődtek ezek a találkozók. Sokat haladtunk előre. Van esetleg egy-egy olyan momentum, ami úgy igazán megragadt, tehát ami mondjuk élete végéig megmarad és nem felejti el? Hát hadd legyek egy kicsit elfogult. Számomra a pécsi. Az előző pécsi volt. Tehát, de nagyon-nagyon élveztük például a két szegedi találkozót. Azok is nagyon jól sikerült találkozások voltak. Ugye a neve is mondja, hogy itt azért a hangsúly a zenén, a tanításon, a tanúságtételen kívül a találkozáson van. Hogy az országból egyszer egy évbe eljövünk, és akkor együtt vagyunk. Gyerekek, felnőttek, idősek, fiatalok, sok-sok barát. Az idei találkozónak az a mottoja, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Miben lesz ez a találkozó más, mint az összes eddigi, a 22 eddigi? Hát a motto az abból született elsősorban, hogy ugye meghívtuk John-t erre a találkozóra, és az ő élete egyfajta útmutatású tud szolgálni, és ezt az ige is ezt szeretném megerősíteni, hogy van remény arra, hogy a legmélyebb gödreinkből, bugyrainkból, megkötözöttségeinkből Isten által szabadokká váljunk. És én hiszem azt, hogy ez egy hatalmas élmény lesz azok számára, akik eljönnek. Tudok olyan emberekről, akik már előre jelezték, hogy figyelj, nekem muszáj jelennöm, mert az életemben hatalmas kötelékek vannak, és azért jövök el, mert vágyom arra, hogy szabad legyek. Úgyhogy remélem, hogy ezt fogjuk megtapasztalni. Ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy pont az a kötöttség, hogyha mondjuk csatlakoznak egy-egy mozgalomhoz, hogyha ők vallásosak lesznek, hívők lesznek. Hogy lehet az ilyen embereknek megmagyarázni, hogy pont ez a szabadság, vagy hogyan teszik önök, hogyan tudják ezt megmagyarázni? Hát az én életemben én úgy tapasztaltam meg, hogy számos olyan dolog megkönnyítődik az életemben azáltal, hogy Istenhez tartozom. Nem kell bizonyos dolgokkal foglalkoznom, hogy ez most akkor megvalósul, nem valósul meg az életemben. Amikor tudom, hogy Istenre bíztam ezt a témát, akár a családi életemet, akár a munkámat, hány és hány ember, életem egy tönkre azzal, hogy azon stresszel, hogy hogyan kapjon munkát, vagy hogyan legyen gyermekáldás az életükben. És amikor ezt letettük Isten kezébe a megtérésünkkor, kimondtuk neki, hogy Uram, tiéd az egész életem, abba beletartozik a családom, a munkám, az életem minden része. És ez ekkora megnyugvási szabadságot ad az én szívembe. Ez az igazi szabadság, amikor szabaddá tudok válni a nehézségektől. Jézus is azt mondta, hogy jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és én megkönnyítem a ti terheiteket. Hát én ezt élem meg most már 21. éve, mióta 93-ban váltottam a szívemet. Gábor, hogyha sokan azt hallják, hogy karizmatikus, akkor mindjárt arra gondolnak, legalábbis aki már hallott ezt az szót, hogy nyelveken beszélés, furcsa dolgokat csinálnak, olyan fura emberek, de nem ez a lényeg. Gondolom, nem ez a karizmatikusságnak a lényege. Mi a legfontosabb abban, hogy mondjuk valaki egy nagyon érdekes esetet. Én magam egyházi középiskolába jártam, és amikor először elmentem, és elmondtam a volt osztálytársaimnak, a barátaimnak, hogy hát én találkoztam Jézussal, és mondtam, hogy egy karizmatikus közösségbe járok, akkor azt mondták, hogy te is táncolsz a templomban. Mert hogy a templomban mi így kiszoktuk tárni a kezeinket, meg néha lehet látni, hogy az emberek teljesen felszabadulnak, amikor találkoznak Istennel.
Én azt szoktam mondani, hogy mi semmi más nem szeretnénk tenni, mint egész egyszerűen megélni azt a szeretetet, amit az Istentől mi megtapasztalunk. Amikor az előbb azt kérdezte, hogy a szabadság meg ez a dolog, akkor mindjárt eszembe jutott, hogy ez nem olyan bonyolult ám. Mert aki volt szerelmes, az ezt tudja. Tehát aki tudja, hogy én őt szeretem, az lemond a világ összes többi nővéről, vagy az összes többi férfiáról. És akkor csak vele akar élni. Ez ilyen egyszerű. Aki szereti a másikat, adott esetben Jézust, annak ez nem nehéz. És akkor nyílik meg a felé, hogy egy csomó minden más dolgot be tudjon fogadni az életébe, és megélje azt, hogy ő tényleg szabad a világ olyan sok minden bújjától, bajától. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy megéri ezt az utat választani. És a picit a karizmákra visszatérve, sokszor olvassuk a Szentírásba azt, hogy amikor Jézus itt járt a Földön, akkor meggyógyultak az emberek. Vagy kimentek az ördögök a megszállottakból, vagy halottak föltámadnak. Én azt szeretném mondani, hogy a Jézus az nem ment nyugdíjba. Tehát sokan azt gondolják, hogy ez volt 2000 évvel ezelőtt. Én azt tapasztalom, hogy ma is szerte a világban emberek találkoznak Istennel, és megváltozik az életük. Éccesek gyógyulnak meg. Akár az előző találkozón, amikor itt voltunk, szintén egy nagy rendezvény volt, egy tűzevangelizáció, amikor egy kislány, egy 10 év körüli kislány vak volt, és meggyógyult itt az alkalmon. Aki ezt egyszer látta, az azt hiszem, hogy az egy életre meg van győződve arról, hogy a karizmák működnek. Ha Jézus ezekkel élt, akkor mi hogy engedhetnénk meg magunknak azt a luxust, hogy azt mondjuk, hogy köszönöm, én ma nem kérek ebből. Most egy picit akkor térjünk vissza magára a találkozóra. Szerintem nagyon sokan kedvet kaptak már, hogy oda látogassanak a Lauberdezső sportcsarnokba 27-én. Hogy lehet egy sportcsarnokból egy olyan helyszínt varázsolni, ahol ugye kell, hogy legyen kápolna, kell, hogy legyen sekrestje, kell, hogy legyen közösségi tér. Bejárás volt. Itt ezúton szeretném megköszönni a sportcsarnok személyzetének, igazgatóságának a lehetőséget, hogy befogadnak bennünket erre az alkalomra. És az ő segítségüket tudjuk egy kicsit átalakítani, dekorációval szépen földíszíteni a csarnokot, és ebben ők is nagy segítségünkre lesznek. Külön csapat foglalkozik, szolgáló csapat azzal, hogy bensőségessé, meghitté tegye az egyes kis helységeket, a gyóntató helységeket, a kápolnát, ahogy említette, és az összes többi helységet, magát a színpadot szeretnénk, egyfajta színharmóniát is megteremteni a csarnokban. Most például megsúgom, hogy a zöldnek az árnyalataiba próbáljuk öltöztetni a csarnokot, mi is például a színpadon, aki fogunk szolgálni, zenészek, mi is fogunk magunkra ölteni egy zöldet, ami a reménység színét fogja kifejezni, azáltal is, hogy az egységet próbáljuk megjeleníteni, megmutatni a világ felé. Úgyhogy köszönöm a kérdést, mert ez tényleg valóban fontos szempont, hogy aki oda jön, más kocsikkal is meg fogják látni a transzparenst, ami ki van téve, kis lufikat is fogunk fölengedni, egy megsúgom, igehelyek is lesznek a lufikba, úgyhogy azt majd a végén akár el lehet vinni haza emlékbe. Úgyhogy ilyen sok finom kis aprósággal próbálnak így a kül dolgokra is adni. Mi a következő lépés? Most már ugye volt arról szó, hogy körülbelül 9 hónapja készülnek erre a találkozóra. Mi van még hátra? Hát gyakorlatilag a legfontosabb feladatok már megoldást találtak. A legfontosabb most az, hogy a gyakorlati szinthez fölemeljük a mi szívünket, hiszen annyi minden feladat volt, hogy egy kicsit ugye a testünk belefáradt, vagy mondjam, hogy sok minden energiánk ugye elfogyott, és most az elkövetkezendő hetet arra fordítjuk, hogy lélekben minél jobban rá tudjunk készülni erre a találkozóra, imádsággal, bőjtel, stb. Hogyha most ugye még nem vagyunk a találkozó után, de beszéltünk arról is, hogy a másnap lesz majd igazán érdekes, mert akkor lehet majd érezni a gyümölcsöket. Milyen gyümölcsökre számítanak? Mivel lennének megelégedve? Önmagukra nézve, illetve a résztvevőkre nézve. Tudom, hogy nem egyszerű kérdés, de mégis mire számítanak? Ugye azért már 22 találkozó mindenkinek a háta mögött van, tehát nagyjából tudják, hogy mire lehet számítani. Én akkor lennék boldog, hogyha sok embertől hallanám azt, hogy találkoztam Istennel újra. Vagy azt mondanák, hogy találkoztam most életemben először, vagy úgy, ahogy még eddig soha. Ez nekem elég. Feri? Nekem az elmúlt találkozónak az élményei jutnak ilyenkor eszembe, amikor sorba jöttek oda
hozzám testvérek, vagy e-maileket kaptam, vagy egy telefon, vagy SMS üzenetet, hogy figyelj, ez is ez a dolog annyira megérintett. Van, akit az érintett meg, hogy mennyire jó volt együtt dicsőíteni. A másikat az, hogy milyen jó, hogy közben jártak érte, vagy a tanítás egy mondata, vagy egy szava, vagy maga a Szent Mise például, a Szent Mise belévő ismeretszava, amikor megszólalt a prófétai szó, és az hogy szíven találta, hogy az, igen, az nekem szólt az Úr. Ezek mind olyan élmények, amit sokszor nehéz úgy elmondani szavakban, de életeket tud megváltoztatni. És amikor látom én is, hogy valóban, hogy ez hosszú távon is kamatozik, akkor vagyok a legboldogabb. Még egyszer akkor mondjuk el a nézőknek, hogyha valakit érdekel ez a találkozó, mikor menjen oda, mikor érdemes oda menni, és még egyszer csak így gyorsan fussuk át a programot, hogy mik azok a legfontosabb. Tehát jövő szombaton 27-én várunk mindenkit szeretettel, 9 órától már lehet jönni, és akkor lesz 10 órától egy tanítás, előtte már dicsőítés van, Szentlélek hívás van, majd lesz szentségimádás ebédszünettel, egy délután egy dicsőítés 2 órától, majd lesz a második tanítás, majd ezt követi egy dinamikus félórás Szentlélek hívás, Szent Mise jön utána 4 órától, és a Szent Mise után pedig 6 órától, tehát elég hosszú lélegzetvételő Szent Misére készülünk, sok imádsággal, egyéb dolgokkal, 6 órától pedig egy záró 1 órás dicsőítés lesz egészen este 7 óráig. Én köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és bízom benne, hogy tényleg megtelik majd a sportcsarnok, és hogy minél többen ellátogatnak, és utána maradnak majd is. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Ez volt a Pont Ma külön kiadása erre a hétre. Jövő héten találkozunk, viszontlátásra.